Az Alba gyógyszertár megnyitója köszöntőkkel vette kezdetét, mely során először dr. Harda Kristóf, az Alba gyógyszertár vezetője tartott beszédet. A felszólalás során köszöntött a jelenlévő háziorvos kollégákat és az ő asszisztenseit, emellett a város és a környék háziorvosait, a gyógyszertár kiemelt partnereit, a Tokaj Idősek Otthona vezetőségéből, nem utolsó sorban pedig a pályázat író csapat tagjait, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a patika felújítása. Ezt követően köszönetet mondott a gyógyszertár dolgozóinak, aki a munkátokkal járó zaj és por ellenére biztosították az Alba gyógyszertár folyamatos működését, illetve feleségének, Molnár Nikolettának is, aki a pályázat összeállításában és a megnyitó ünnepség megszervezésében nyújtott segítséget. Gyakorlatilag mindent sikerült felújítani a átépítés során. Kezdve onnan, hogy az épület kapott egy komoly hőszigetelést, nyilázárókat lecseréltük, megújítottuk a fűtésrendszerünket, a teljes villamos hálózatot újrahúztuk, és talán a leglátványosabb, és amit talán a betegek is leginkább észrevesznek, az az oficina, vagyis a betegtér, ahol most állunk, és ebben egyedülálló ez a szabad polcos rendszer, amit itt láthatunk, ugyanis itt a készítmények, termékek nem a tára mögött helyezkednek el, hanem kint a vásárlói térben, és így a betérő vásárlók, betegek szabadon levehetik a termékeket a polcokról, megnézhetik az összetételüket, számszámokat, árukat, és saját döntést tudnak abban is hozni, hogy melyik termékre essen a választásuk. Persze, hogyha segítségre van szükségük, akkor néhány lépéssel oda fáradnak hozzánk, és teljes körű szakmai segítséget tudunk nekik nyújtani. Mire utal a gyógyszertár neve? A gyógyszertárunk neve az Alba gyógyszertár, ennek a latin szónak a jelentése az, hogy fehér, ez talán az elmúlt évtizedekben ez a tisztaságot jelképező fehér szóra hajaz, hogy Alba gyógyszertár, másrészt pedig az Alma gyógyszertár is vagyunk, ami egy hálózatnak, egy franchise hálózatnak a tagja, és igazából itt van egy kis átcsengés az Alma, illetve az Alba szó között. Ezt követően dr. Bobkó Géza alpolgármester vette át a szót, aki örömét fejezte ki az iránt, hogy az Alba gyógyszertár felújításával is fejlődik Szerencs városa, a lakosok pedig ezáltal európai szintű ellátást kaphatnak. Végezetül Lázár Szabolcs, a Patika Management ügyvezetője osztotta meg gondolatait, pozitívumként kiemelve azt a tényt, hogy az orvosok, az önkormányzat és a gyógyszerészek szorosan együttműködnek és együtt dolgoznak. Köszöntőket követően sor került az ünnepélyes szalagvágásra, majd ezt követően következett az állófogadás, ahol különféle étel és ital várta a vendégeket, akik ez alatt megismerkedhettek a gyógyszertár belső helyiségeivel is.